Kedves gyülekezet, az elmúlt héten imahetünk volt, ahol az életünk egyik legfontosabb elhívásáról, a szolgálatról gondolkozhattunk közösen. A mai alkalommal szeretném felolvasni azt az igehelyet, ami az alapigéje a mai imaheti felolvasási anyagunknak, Apostolok cselekedetei könyvéből. Lapozzuk föl Apostolok cselekedetei könyvét az első fejezetnél, és ebből a fejezetből szeretném elolvasni azokat a gondolatokat, amelyek alapját képezik a mi közös gondolkodásunknak. Így olvasom tehát az Apostolok cselekedetei könyvéből, második verstől, ugye első versben leírja Lukács azt, hogy az első könyvét, az evangéliumot írta mindazokról, amiket Jézus kezdett cselekedni és tanítani, mind a napig, amelyen fölvitaték, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott magának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról, és velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélektel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik: nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre álltok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el az ő szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elmenti, még két férfiú állott, meg mellettük fehér ruhákba, akik szóltak is: Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvétették tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Ekkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, amely olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre, és mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szállva voltak Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atya fiaival együtt. Lukács evangélista ebben a szakaszban egy kicsit többet leír arról a 40 napról, amit Jézus a feltámadása után töltött a tanítványokkal. Nem olyan túl sok ez az információ, amit itt olvashatunk, de úgy gondolom, hogy nagyon jelentős dolog, amit úgy gondolom, hogy azért jegyzett föl a Szentírás, mert számunkra is nagyon fontos mondani valót tartalmaz. Azt olvastuk itt egy nagyon rövid összegzésben, a harmadik versben, hogy sok jel által megmutatta, hogy ő él, és 40 napon át megjelenvén nékik szólt az Isten országára tartozó dolgokról. Hogy mi mindent szólt az Isten országáról tartozó dolgokról, azt nem jegyzi föl az evangéliumok, nem jegyzik föl, de egyetlen egy fejezet van, ami ilyen szempontból nagyon fontos fejezet, ami nyilván mindannyiótok előtt egy nagyon közismert fejezet, az Lukács evangélium a 24. fejezete. Amikor a lehorgasztott fejű tanítványok közül néhányan mentek Emmauszba, és ezzel csak csatlakozott hozzájuk valaki, akit nem ismertek meg rögtön, aki Jézus volt, és olvashatjuk ebben a fejezetben, hogy
hogy Jézus elkezdte nekik magyarázni az írásokat, mindazokat a dolgokat, azt olvassuk itt, hogy Mózestől, a prófétákon keresztül, mind azokat a prófétai jövendőléseket, amelyek ő felőle megirattak az írásokban. Tehát ez egy hosszas profécia magyarázat volt arról, hogy mi mindennek kellett beteljesednie, és ami be is teljesedett a szemük láttára. És aztán még egy kis időt együtt töltött Jézus velük, ki tudja, mi mindenre tanította őket, de azt olvashatjuk ebben a fejezetben, hogy így emlékeztek meg erről az időszakról a tanítványok, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor nekünk magyarázta az írásokat. Tehát azt érthetjük meg, hogy valami kezdett a tanítványoknak összeállni. Miért kellett Jézussal mindannak megtörténnie, ami ővele megtörtént? És azt olvastuk, hogy ezek után itt az apostolok cselekedetei könyve, miután Jézus sok mindent elmondott nekik 40 napon keresztül, olyan szintig is, hogy örvendeztek annak, hogy végre sok mindent megértettek, amit 3,5 éven keresztül nem értettek meg. És még mielőtt eltávozott volna tőlük, ugye olvashattuk, hogy ezután, amit itt olvashattunk, Jézus a szemük láttára távozott föl a mennyei atyához, és innentől kezdve már nem találkoztak többé vele. Azt olvastuk a 4. versben, hogy azt mondta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának az ígéretét, amelyet hallottak már őtőle, hogy majd szent lélekkel fognak megkereszteltetni nem sok nap múlva. És itt van ez a következő vers, ami miatt az egész szakaszt felolvastam, ami nagyon elgondolkoztató ilyen háttéren, és szerintem nagyon fontos tanulság van ebben a mi számunkra, hogy a 40 nap után, miután Jézus nagyon sok mindent elmagyarázott nekik a proféciákból, milyen kérdést tettek föl Jézusnak? Nézzétek csak meg a 6. versben, mit olvashatunk, mit kérdeztek meg Jézustól a 3,5 év után és a 40 nap után. Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Nem egy megdöbbentő kérdés ez? Idáig jutottak 3,5 év és 40 nap után, amikor már a proféciák sokaságát megértették? Ez nagyon elgondolkoztató volt számra, hogy itt tartottak a tanítványok, mielőtt Jézus a mennybe ment. Nem tudom, ismerős-e nekünk ez a gondolat? Gondolkoztak-e már ilyesmin a tanítványok korábban, hogy Uram, amagy nem ez időben állított föl az országot Izraelnek? Bizonyára mindannyian emlékeztek, hogy melyik az a nevezetes fejezete az evangéliumoknak, ahol ugyanerről olvashatunk, csak időben jóval korábban. És az a megdöbbentő számomra, hogy mintha semmi nem változott volna ez alatt a hosszú idő alatt, Jézus összes szolgálata ellenére, sőt a halála és a feltámadása ellenére sem, ők ugyanazt kérdezik. Lapozzunk egy kicsit vissza János evangélium a 6. fejezetéhez, tegyetek ide egy jelzőt az apostolok cselekedetei 1. fejezetéhez, vissza fogunk ide lapozni, de most lapozzunk csak János evangélium a 6. fejezetéhez, hogy egy néhány verset szeretnék nektek elolvasni emlékeztetésként, hiszen tudom, hogy mindannyian ismeritek ezeket a leírásokat, de azért teszem, mert én úgy gondolom, hogy ezek azért irattak le, hogy mi saját magunkon gondolkozzunk, így a tanítványok élettörténetének a hátterén. Ebben a fejezetben olvashatjuk azt, hogy Jézus megvendégelt 5000 férfit. És amikor megvendégelte őket, akkor a néphangulat ugye arra vitte őket, hogy nagy szervezkedésbe kezdtek, és azt olvassuk, hogy azt mondták a 14. vers szerint, hogy bizonnyal ez a próféta az, aki eljött a világra. És 15. versben azt olvassuk János evangélium a 6. fejezetében, hogy Jézus észrevette, hogy el akarják őt ragadni, és királlyá akarják őt kenni. És biztos emlékeztek, hogy Jézus ezt nem engedte, hanem elküldte őket, azt mondta nekik, hogy parancsolt nekik, hogy most azonnal szálljanak hajóba, menjenek a túlsó partra, ő pedig elvonult imádkozni értük. Mert elgondolhatjuk, hogy milyen lehetett Jézusnak látni, hogy ezek a tanítványok még mindig itt tartanak. Elragadni őt és erőszakkal királlyá tenni.
fölépíteni a Dávid örökségét, az Izrael trónját, ahogy Jézus Krisztus lesz a király, és a tanítványok meg lesznek a miniszterelnökök, élükön Júdással, aki nyilván, hogy a főminiszternek készült ebben az országban. És ebben a fejezetben olvashatjuk azokat a mondatokat, amiket mély fájdalommal mondhatott ki Jézus annak a tömegnek, akik másnap odaérkeztek. Ezeket a verseket szeretném most felolvasni innen a fejezetből. Ugye megkérdezték tőle másnap, ugye átmentek a túlsó partra az emberek utána, és megkérdezték, hogy mikor jöttél ide. És Jézus olyanokat mondott el, ami látszólag nem a kérdésre válaszolt, így olvasom a 26. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az elederért, amely elvész, hanem az elederért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad néktek, mert őt az atya pecsételt el az Isten. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felelt Jézus és mondta neki, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. És hogy micsoda botránkozást okozott az, amit Jézus elmondott, utána olvashatjuk, hogy azt mondták azért neki, na hát akkor most mindezek tetejében milyen jelt mutatsz nékünk. Hol tartottak az emberek a gondolkodásukban? Mi volt számukra a fontos? Azok a jelek, azok a csodák, amelyeket Jézus tett. Azok a kenyerek, amelyeket úgy ehettek meg, hogy nem kell értük tenni semmit, és ezért gondolták, hogy ilyen messiásra van nekik szükségük. És én nagyon mélyen elgondolkoztam azon, hogy vajon hogy érint ez bennünket, miért ez a témája a mai imaheti felolvasási anyagunknak. Vajon mi különbek vagyunk a tanítványoknál? Hogyan gondolkozunk mi az Isten követésén? Az a mai imaheti anyagunknak a címe, milyen lépéseket teszünk a menny felé. Egyáltalán hogyan gondolkozunk, mit jelent számunkra az Isten országa? Azzal szembesülhetünk, amikor olvashattuk itt az apostolok cselekedetei feljegyzését, hogy mintha a tanítványok nem tudtak volna abból a gondolkodás formából elmozdulni, ami az embernek az önzéséhez tapadó gondolkodásmód, hogy Jézus Krisztust, az ő tanításait, az ő személyét, az ő összes csodáját azért szerették volna használni, és úgy szerették volna érteni, hogy itt, ezen a földön állítja föl az ő országát. És nem tudtak ettől eltántorodni, annak ellenére, hogy már megértek egy ilyen galileai válságot, amikor sokan elhagyták Krisztust, és nagyon sokan megbotránkoztak ő benne, és azt olvashatjuk róluk, hogy ezek az emberek soha többé nem jártak Krisztussal, mert megbotránkoztak az ő tanításában, és azok, akik ott maradtak, azok is még ugyanott tartanak, hogy Uram, avagy nem, ez időben állítod-e helyre az országot. Nagyon elgondolkoztató volt számomra az, hogy vajon mi ma mit mondhatunk saját magunkról? Hogyan gondolkodunk az Isten országa dolgairól? Mit gondolunk arról, hogy mire való az evangélium? Mire való az evangélium? Arra való, hogy ezen a földön kiszolgáljon bennünket, a bajainkból, a problémáinkból, a nehézségeinkből kimentsen bennünket a Krisztus, és erre való az evangélium? Vajon valami nem egészen másra való-e az evangélium? Én úgy gondolom, hogy nagyon mélyen elgondolkoztató az, hogy szerintem a mai korban sem szól másról a kereszténység, mint hogy Krisztus mindannyiunkat döntés előállít, hogy mi hogy gondolkozunk őróla, és hogy gondolkozunk a kereszténységről. Itt szeretnék egy pár mondatot felolvasni a Jézus élete című könyvből, abból a fejezetből, amely a galileai válságról szól, a következőképpen hangzik. Az emberek ugyanúgy megpróbáltatnak ma is, mint a tanítványok a Kapernaumi zsinagógában. Amikor az igazság pontosan a szívbe talál, látják, hogy életük nincs összhangban Isten akaratával. Látják, hogy teljesen meg kell változniuk, de nem hajlandók az önmegtagadó munkát elkezdeni. Ezért dühösek, ha vétkeiket felfedik. Sértődötten továbbállnak zúgolódva,
kemény beszédez, kihallgathatja őt. Tehát azt érthetjük meg, hogy ma sincsen ez másképpen. Mi is sok mindennel szembesülünk, amikor olvassuk a Szentírást napról napra. És azzal szembesülünk, hogy Krisztus olyan üzeneteket tár elénk, ami pontosan nekem szól ezen a mai napon. És én eldönthetem azt, hogy elfogadom-e, bocsánat, valaki menjen már, elnézést, valakit, valamit keres, köszönöm szépen. És eldönthetjük azt, hogy mi mit fogadunk el. Döntés elé vagyunk állítva, ugyanúgy, mint annak idején ezek a tanítványok. Hogy azok az igazságok, amelyek a szívünkbe találtak, azokat mi befogadjuk, elfogadjuk, és átadjuk az életünket, és kérjük az isteni hatalmat a megtisztulásunkhoz, vagy pedig szembeszállunk ezzel. Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy azok a tanítványok, akik annak idején szembeszálltak Krisztussal, soha többé nem jártak ő vele, és ezek az emberek ott voltak azok között, ott lehettek, akik feszítsd meget kiáltottak. És ami a legjobban megdöbbent, hogy akik viszont maradtak, Jézus feltámadása után is még ugyanott tartottak. Számomra ez azt jelenti, hogy annyira nehéz bennünket ettől a röghöz kötöttségtől, az e földi dolgokhoz való ragaszkodástól eltántorítani, hogy Jézus sem tudta a tanítványait sem a 3,5 év alatt, sem pedig a 40 nap alatt ettől a gondolkodástól eltéríteni. És ilyen alapon mondom én, hogy nagyon elgondolkoztató az a cikk, amit a mai ima heti anyagunkban olvashatunk, hogy vajon mi különbek vagyunk-e. Mit is válaszolt Jézus a tanítványoknak, amikor föltették ezt a kérdést? Azt mondta nekik a 7. vers szerint, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezek voltak Jézus Krisztus utolsó szavai, amit a tanítványoknak elmondott. Vajon mit jelent ez a kijelentés, amit itt olvashatunk? Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim. Én úgy gondolom, hogy nagyon világosan megérthetjük ebből a Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből, hogy nagyon szerették volna tudni annak idején a tanítványok, hogy mikor is történnek meg mindezek a dolgok, mikor is jön el az Isten országa. És Jézus Krisztus arra figyelmeztette őket, hogy nagyon vigyázzatok, hogy nehogy az a veszély fenyegessen benneteket, hogy ti olyan dolgokat akarjatok megtudni, amit az Atya a maga hatalmába helyezett, mert elég sok mindent elmondott nektek ahhoz, hogy megértsétek, hogy mi az, ami a hatalmatokban van, és amit Isten szeretne, hogy ti megtegyetek. Valahogyan úgy gondolom, hogy arról szól ez a kijelentése Jézus Krisztusnak, hogy ne e földön várjatok nagy, látványos dolgokat. Ne akarjátok ezen a földön ti rivalda fénybe kerülni, csodálatos dolgokat megérni. Ne akarjátok úgy gondolkozni, mint ahogyan a János 6. fejezete lejegyzi, hogy jeleket és csodákat látni akkor is, amikor már sok jel és csoda történt. Hiszen Jézus Krisztus földi szolgálatának nem ez volt a lényege. Ő soha nem engedte meg, hogy őt naggyá tegyék ezen a földön, ő nem ezért jött erre a földre. Szeretnék itt felolvasni egy pár gondolatot a mi imaheti anyagunkból, a 17. oldalon, akinek esetleg megvan ez a kis füzetünk, a 17. oldal utolsó hasábjából szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, hogy miért is mondta Jézus azt, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, hanem valami egészen más dolgotok van. Így olvasom a 17. oldal,
legalsó hasábjától a következő oldalon keresztül. Vajon Isten miért nem osztja meg velünk az időkkel és alkalmakkal kapcsolatos ismeretet, amelyet a maga hatalmába helyezett? Azért, mert ha megtenné, azt nem használnánk helyesen. Annak ismerete miatt olyan állapotok uralkodnának népünk között, ami komolyan hátráltatná Isten munkáját, aki egy népet kíván felkészíteni, amely megáll az eljövendő nagy napon. És most egy nagyon fontos mondat, ami engem nagyon komolyan elgondolkoztatott. Nem kell, hogy az idő miatti izgalomban éljünk. Ezt még egyszer felolvastam. Tehát miért nem mondja meg a Szentírás azt, hogy mikor fog Jézus Krisztus eljönni? Nem kell, hogy az idő miatti izgalomban éljünk. Ne foglaljanak le bennünket az olyan időkkel, alkalmakkal kapcsolatos spekulációk, amelyeket Isten nem nyilatkoztatott ki. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy figyeljenek, de nem egy meghatározott időre. Követői legyenek olyan állapotban, mint azok, akik parancsnokuk utasításaira hallgatnak, vigyázzanak, várakozzanak, imádkozzanak és munkálkodjanak, ahogy az Úr eljövetele közeledik, de senki sem lesz képes megjövendőlni, hogy mikor érkezik el az az idő. Nem fogjátok tudni megmondani, hogy 1, 2 vagy 5 év múlva jön el, de a távoli jövőbe se helyezzük, mondván, hogy még 10 vagy 20 év múlva sem fog megtörténni. Isten népének az a feladata, hogy lámpásaink készenlétben legyenek és égjenek, hogy olyan emberek legyünk, akik várják a vőlegényt, amikor visszatér a mennyegzőről. Megragadott engem ez a kifejezés, hogy nem az a célja Istennek, hogy nagy események várakozásának az izgalmában éljünk. Vagyis, hogy nagy dolgokat várjunk ezen a földön, amelyek ezen a földön fognak megvalósulni. És ilyen szempontból nagyon fontos, hogy Jézus visszautalt az ő szolgálatára, és visszautalhatunk mi is, hogy mi az, amit Jézus Krisztus szeretett volna megértetni az emberekkel. Most a 17. oldalról szeretnék az első hasából felolvasni egy szakaszt. Jézus nem azért jött, hogy lenyűgözze az embereket a különböző időpontokról szóló bejelentésekkel, amikor majd hatalmas események történnek, hanem azért jött, hogy tanítson és megmentse az elveszetteket. Nem azért jött, hogy felkeltse és kielégítse az emberek kíváncsiságát, mert tudta, hogy ez csak a különleges és csodaszerű dolgok iránti étvágyat fogja növelni. Az volt a célja, hogy olyan ismereteket osszon meg, amelyek által az emberek lelki ereje növekedni fog, és előre haladnak az engedelmesség és az igazi szentség útján. Nagyon elgondolkoztatóak ezek a kifejezések, amiket itt olvashattunk. Jézus nem azért jött, hogy ő lenyűgözze az embereket különböző időpontokról szóló nagy kijelentésekkel. A Biblia szerint nincs több meghatározott idő. Mert mi lenne a veszélye annak, hogyha lennének pontos idők, hogy majd akkor, ma még nem kell készülnöm, hanem majd az utolsó napon felkészülök. Mert mindannyian ilyenek vagyunk. Aztán a másik, ami nagyon fontos, nem azért jött, hogy felkeltse és kielégítse az emberek kíváncsiságát, mert tudta, hogy ez csak a különleges, csodaszerű dolgok iránti étvágyat fogja növelni. Ez egy olyan döbbenetes mondat nekem. A végső korszakban mi lesz a sátáni hitetéseknek a jellemzője? Mit lovagol meg az ellenség? Az emberek jelekre és csodákra várnak. És ezzel szemben tanított Jézus olyan nagyon egyszerűen. Nem elégítette ki a kíváncsiságokat, nem csinált óriási nagy, nem is tudom milyen ünnepélyeket, hanem szépen csendben munkálkodott és szolgált. És van itt egy különlegesen nagy mondat, ami tulajdonképpen a fő gondolata ennek az egész mai anyagunknak. Így olvashatunk itt a 17. oldal bal oldalán legalul az első hasábban. Folyamatosan fenyeget annak veszélye, hogy túlszárnyaljuk az evangélium egyszerűségét.
Sokakban erős vágy uralkodik, hogy valami különleges dologgal lepjék meg a világot, amely egy lelki, extatikus állapotba emeli az embert, és megváltoztatja az élet jelenlegi rendjét. Valóban nagy szükség van a dolgok jelenlegi rendjének megváltozására, mivel a jelen való igazság szentsége nem valósult meg úgy, ahogy kellene, de a változás, amire szükségünk van, az a szív megváltozása. És ez csak úgy valósulhat meg, ha egyénileg keressük Istent az ő áldásaiért, ha hatalmáért könyörgünk, ha buzgón imádkozunk azért, hogy kegyelme ránk szálljon, hogy jellemünk megváltozzon. Erre a változásra van ma szükségünk, és ennek a tapasztalatnak az elérését kitartó erőfeszítést kell tennünk, és szívbeli megfontoltságot kell mutatnunk. Igaz komolysággal kell kérdeznünk, mit kell tennem, hogy üdvözüljek. Tudnunk kell, milyen lépések vezetnek a menny felé. Krisztus olyan igazságokat osztott meg a tanítványaival, amelynek szélességét, mélységét és értékét valami kevésre érték, és egyáltalán fel sem fogták. És ez a helyzet ma is fennáll Isten népe között. És legvégül soha nem fogjuk megtudni a Szentlélek kitöltésének, vagy Krisztus visszajövetelének meghatározott idejét. Amit szeretnék kiemelni ebből a gondolatsorból, hogy mindannyian vizsgálhatjuk az életünket, hogy vajon van-e bennünk ilyen gondolkodás, hogy valami különleges dolgok utáni erős vágyakozás, valami extatikus állapot, ami megváltoztatja az élet jelenlegi rendjét. Mert hogy ez az egyik út, és erre nagyon sok ember vevő, és nagyon sok ember szeretne ilyen dolgokban részesülni. És amikor Jézus itt azt mondta, hogy nem a ti dolgotok az időket vagy az alkalmakat tudni, hogy ne a kíváncsiság, ne az izgalmak, ne a nagy dolgok várakozása töltsön el titeket, ha nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesznek nékem tanúim. És én azt értettem meg ebből a fejezetből, hogy a tanítványok ezt megértették. Mikor Jézus fölemelkedett és fölment a mennybe, ugye melléjük állt két fehér ruhás férfiú, nyilván mennyei küldöttek, angyalok voltak, és mit mondtak nekik, mit kötöttek a lelkükre? Ez a Jézus, aki felvétetett a mennybe, így fog eljönni. És nektek az a dolgotok, hogy az ő eljövetelére elkészüljetek. És ők megértették, hogy mi a dolguk. Mit olvashatunk ezután? Nem akarták többé ezen a földön felállítani az Isten országát. Nem akartak izgalmas és nagy dolgokra várakozni, hanem mit csináltak? Bementek a felházba. Olvashatjuk, hogy ki mindenki volt ott jelen. És azt olvastuk róluk, 14. versben, ezek mindnyáján egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, a könyörgésben együtt. És ennek az eredménye volt a Szentlélek kiáradása. Mert Jézus Krisztus azt a változást szerette volna látni az ő életükben, amit sajnos nem ért el mindaddig, ameddig itt a közöttük volt, még a 40 napon sem. Hogy azt értsék meg, hogy a változás, amire szükségük van, az a szív megváltozása, ami a Szent munkájának a következménye, a jellemnek a megváltozása. És így lehet ma is várni Jézus Krisztus eljövetelét, és ez az út vezet a menny felé. Hát én szívemből kívánom azt, hogy mi magunk is tanulmányozzuk ezt a fejezetet. Én csak ízelítőt olvastam a mai napon nektek ebből az anyagból. Én kívánom azt, hogy mikor hazamentek, akkor többször olvassátok el magatoknak. Nekem most többször el kellett olvasnom a készülés miatt, és még biztos nem értem teljesen mélyen ezt az igehirdetést, ami Ellen White-nak egy igehirdetése volt. Ami úgy gondolom, hogy olyan, mintha nekünk szólna és rólunk szólna. És én szívemből kívánom, hogy bárcsak a Jóisten minket azok közé tudna sorolni, akik megértjük a leglényegesebb dolgot, amit Jézus Krisztus meg akart értetni a tanítványokkal. Nektek az a leglényegesebb, hogy vegyetek erőt a Szentlélek hatalma által.
hogy változtassa meg a szíveteket, és változtassa meg a jellemeteket. És ne arra várjatok, hogy majd pontosan megtudjátok, hogy mikor lesz a Szentlélek kitöltetésének az ideje, mikor jön el Jézus Krisztus. Hanem ti legyetek készen, mert ugye ha nem vagyunk készen, mivel nem tudunk pontos időt, tolvaj módjára lephet bennünket meg az a nap. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten mindannyiunknak a hitét ébreszte föl, és zárásként szeretnék két igeverset felolvasni Zsidókhoz írt levél második fejezetéből. Az első verset és a harmadik vers egy kifejezését szeretném felolvasni, illetve egy részét zárásként. Így olvasom tehát a Zsidókhoz írt levél második fejezetének az első versét és a harmadik vers elejét. Annak okáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel? Én kívánom azt, hogy mi tudjunk a hallottakra figyelmezni, hogy bennünket semmi el ne sodorjon, hanem megváltozon a szívünk, megváltozon a jellemünk, és legyünk azok között, akik készen várják Uruk megjelenését. Ezt adja meg nekünk Isten az ő kegyelméből. Amen. Amen.